Elkezdték összeállítani a nyugdíjak újraszámolásához szükséges dokumentumokat, miután megjelentek az új nyugdíjtörvény alkalmazási normái. Az új számítási képlet szerint bónuszpontok járnak a hosszú szolgálati idő után. Elkezdték a nyugdíjak újraszámításához szükséges dokumentumokat összeállítani a megyei nyugdíjpénztárakban. A törvény jelentős változásokat tartalmaz, új számítási képletet vezettek be, amelynek köszönhetően nőni fog azoknak a nyugdíja, akik hosszabb ideig fizették a hozzájárulást. A Maros megyei nyugdíjpénztár igazgatója Eugenia Nyagoi elmondta, az új számítási képlet mellett figyelembe veszik a katonai éveket, az egyetemi éveket, a túlórákat és a hivatalosan támogatott munkanélküliségi időszakot is. A legfontosabb, hogy az új nyugdíjszámítási képletet úgy alakították ki, hogy megszüntesse azokat az egyenlőtlenségeket, amelyekről tudjuk, hogy a különböző időpontokban nyugdíjba vonulók között fennállnak. Az éppen hatályos jogszabályoktól vagy az akkor hatályos képlettől függően a nyugdíjak összege eltérő, ezt az egyenlőtlenséget fogja kiküszöbölni az új képlet. Azt is hozzátette, hogy az új képlet szerint a nyugdíj összegét úgy számítják ki, hogy a teljes pontszámot megszorozzák a referenciapont értékével. A pontszám pedig a ledolgozott évek számának függvényében nő. 25 ledolgozott év után minden évért plusz 0,50 pont jár, 0,75 pont azok számára, akik 30 évnél többet dolgoztak, és egy bónuszpont azoknak, akik meghaladják a 35 év ledolgozott évet. A nyugdíjpont értéke évente az előző év inflációs rátájának értékével nő, amihez hozzáadják a bruttó átlagbér reál értéke növekedésének 50%-át. A 3,5 millió nyugdíjas májusban kapja készhez az újra számított összegről a kimutatást, szeptembertől pedig ennek alapján kapja készhez a nyugdíját is.